Épp a magasugrást gyakorolják a Do 60 névre keresztelt rendezvényen a gyerekek. Takács Mirko azt mondta, hogy nekem egyelőre, amikor a szalagot kellett átugrani, az a magasugrásos dolog. A Magyar Diáksport Szövetség szervezésével indult útjára Do 60 rendezvénysorozat, aminek a célja, nevéből is adódóan, hogy legalább napi 60 perc mozgásra ösztönözzék a diákokat. Most a torna tematikája köré épült ez az esemény, ahová a harmadik és negyedik osztályos tanulókat hívtak meg. A szervezők azt szerették volna bemutatni, hogy hogyan lehet iskolai környezetben élménypedagógiai módszerekkel megtanítani a gyerekeknek egyes sportág alapjait. Iskolai környezetben élménypedagógiai módszerekkel hogy lehet a sportágakat megtanulni a gyerekeknek, illetve 340 iskolát és 700 tanulót értünk el ezzel a programmal, tehát azt gondolom, igen reprezentatív mintavétellel tudtuk azt megnézni, hogy iskolai környezetben különböző helyszíneken hogy lehet ezt megvalósítani. A fesztiválnak a Szekszárdi Sportközpont adott otthont, ahová 10 iskolából 200 gyerek érkezett, akik két turnusban próbálhatták ki magukat a szervezők által megvalósított pályán. Érkeztek kisdiákok Bonyhádról, Teverről, Várdomról, Bogyiszlóról is. Scherer Tamás, a Szekszárdi Sportközpont szakmai vezetője azt mondta, hogy nagyon örülnek annak, hogy egy ilyen rendezvénynek adhattak otthont, ahol a gyerekek érdekes feladatokkal, új sportágakkal ismerkedhettek meg. Nagyon fontosnak tartom, mert torna az egy nagyon jó alap, tehát ez a Do 60, ez most kimondottan a tornasportágról szól. Az egyik legjobb alap, amivel a gyerekeknek foglalkozni kéne, és meg kéne ismerkedni. Ügyességfejlesztés, hajlékonyság, egyensúly, és ezek az állomások, ahogy itt végignéztem, ezek mind erről szólnak. Úgyhogy örülök neki, hogy az iskolák eljöttek és részt vettek ebben a programban. A szervezők több hasonló kezdeményezést szeretnének a jövőben is megvalósítani, hiszen a cél, hogy a sport, a mozgás már kisgyerekkorban a mindennapok része legyen, és ez a napi rutin kitartson egy életre.